Nőnapi zenés irodalmi délután szervezett a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Az eseményre több ismert kortárs írót és költőt hívtak a szervezők. Gerlicki András vendége volt Karafiát Orsolya, Falcsik Mari, Hajdan Vali, Nagy Zsuka és Ferencik Adrien. Úgy gondoltuk, hogy velük tudunk kedveskedni a női társainknak, hiszen költészetük és irodalmuk eléggé közismert, főleg itt a helyi írók, költők körében. Ismert például a Ferencik Adrien, mint írónő, de hát Karafiát Orsolyát pedig szerintem senkinek nem kell bemutatni, hiszen ő egy közkedvelt írónő, ezért választottuk őt. A vendégekkel aktualitásokról, jelenlegi műveikről és terveikről is beszélgettek. Ennek kapcsán több a közönség által eddig még nem ismert részletet olvastak fel készülő alkotásaikból. Karafiát Orsolya legutóbbi verses kötete Él címmel tavaly jelent meg, de már dolgozik a következő regényén. Nálam a változások mindig ilyen nagy folyamatban zajlanak, de nem is igazán érzékelem, de talán egy fokkal kiméletlenebb és nem tudom, mélyre menőbb lettem, vagy mert nem érdekel annyira se a versorok, se a próza csillogása, vagy jól befogadhatósága, úgymond idézőjelben eladhatósága, inkább az érdekel, hogy egy mellbevágó tartalom jobban kijöjjön a szövegeimben. A nőnapi program már hagyománynak számít a könyvtárban. 5 évvel ezelőtt indult a kezdeményezés, azóta pedig évről évre egyre több látogatót vonz.